Az egész történet egyfajta vizuális zaj köré épül, egyfajta pszichotükörrel találkozhat minden egyes néző. Ami minket körbeül el, az egyfajta őrült bizonytalanság és hihetetlen vizuális zaj, ami teljes keresztmetszetében mindenki számára értékelhetetlen és értelmezhetetlen. És mindenkinek nézőként, de normál emberként is, aki ugye exitál ebben a társadalomban, be kell, hogy építsen egy szűrőt önmagába, és ennek a szűrőnek viszonylag jól kell működnie, mert egyébként mindenfajta pszichés betegség lesz rajtunk úrá. Ezt az eszenciális támadást, amit intéznek felénk, az igazából arctalan, ilyen gépmechanizmusokként működő cégek ezt az agressziót és ezt a töménységet, tehát ezt a nem tudsz jobbra-balra nézni, tehát nincs szünet, tehát ezt a horrorlákúit, ezt én úgy véltem azokban a képekben fölismerni, ahogy eddig mástól nem láttam. A 90-es évek közepén volt egy súlyos pánikbetegségem, és annak kihordása, megélése és a gyógyulási folyamat az mind-mind visszatükröződött a művekben. Pánikbeteg voltam, kigyógyulóban, viszont az a fajta megélt valóság, ugye a gyógyszer, a Xanax hatása az mind irányomta a bélyegét, egyfajta ilyen vizuális jelrendszert alkotva, gyakorlatilag fölkerült a vászon. Tehát ezek hatalmas, ekkora kapszulák voltak, tehát ilyen ekkora. Nem tudom, mi az, ami kész. Tehát eleve, hogy az alkotás folyamata nálam az nem úgy kezdődik, hogy van egy üres vászon, és akkor én A-tól B-ig eljutok, és egy olajvászon kép, és akkor azt mondom, hogy készen van. Folyamatosan épülnek bele különböző dimenziók, felületek, és rengeteg-rengeteg olvasata és rengeteg-rengeteg rétege van a minden egyes felületnek. Tehát lehet, hogy egy képtáblát fogok a kezemben, és az alatt feszül még 18 darab más kép. Terápia. Tehát ez egyfajta terapeutikus tevékenység, amit én borzasztó nagy örömmel végzek. Annyi mindent próbálunk csinálni egyszerre, és akarunk, és így zakatol a fejünk, hogy egy idő után úgymond az ember kisikli, és belekerül egy ilyen mókuskerékbe, amiből elég nehéz kijönni egy ilyen ördögi körbe, ami igazából csak egy nagy szorongással teli, mondjuk mély gödör. Számomra, most ez nagyon furán fog hangzani, de hogy épp hogy megnyugtatóak voltak a Zsolt képei. Ez egy ilyen jó csatorna, ahol mindez az energia, vagy mindez a visszafogó erő, vagy a sok szorongás ki tud jönni. Engem sokkolt ez a fajta ilyen, én csak úgy hívom, hogy média agresszió, amikor a Zsolt képeit magam előtt látom. Mindig egyből ez a halálfej ugrik be, meg ezek a nagyon agresszív, a kép is íjból kitörő asszemblásszerű munkák, ahogy ezekkel a hegymászó kötelekkel, mint hogyha két dimenzióból szabadulni próbálna is, és beletör a térbe. Illetve hát ezek a pixeles, ordító majomgorillák, meg totalitárius rendszereknek a figurái ugyan emblematikusan megjelennek.
szintén ez a nagyon erős, agresszív, szinte absztrakt expresszionista gesztus rendszernek mutatom azt, ami nem figurális, és viszont folyik, csorog és fröcsög. Az a talán leginkább a graffiti rétegekből kialakuló absztrakt képek, amikre asszociálok, hogyha az ő képeit nézem. Nagyon érzelemgazdag, szinte barokkosan túlfűtött értelembe, viszont az ő munkái annyira nyersek, nyersnek látom, nyersnek tartom őket, konkrétak és nagyon precízek, ami viszont egy ilyen ellentétesen egy minimális, szinte a minimalizmus irányába halad. Mindenféleképpen pixelekben gondolkodom. Tehát eleve ott kezdődik, hogy hát ez valamilyen szinten a 21. század metaforája, tehát ez a virtuális tér, most igazándiból arról beszélek, és a virtuális térnek ugye, hogyha nem vektorosan gondolkodunk, akkor az alapegysége a pixel. Ugye megvan a nyúza, megjön egy ilyen stilizált, pixelizált, szimbolikus csompázat láthatunk, és felemélve egy polimorf, tehát hogy valamilyen formában ez az egész morfológia megváltozott. Belemagyarázható egy ilyen gyermeki bájvény, vagy egy ilyen infantilisebb rész, hogy akár tényleg ezek a rajzfilmek, animék, képregény, kicsit színes, kicsit szürreális, tyüntyüm-püntyüm, és utána szépen jönnek elő a mélyebb témák, de én pont azt szeretem az oldnál, hogy a maguk a motívumok, meg a formák is egymásra épülnek és bontakoznak ki, és mondjuk ugyanaz az alap, tehát a majom vagy ezek a robotszerű formák egy-egy korszakban teljesen új értelmet nyernek, de nem veszítenek mondjuk az előzőből, és ettől gyönyörűen épül. Vagy ahogyan egy Hello Kitty-t egy ilyen gyönyörű laza mozdulattal be tud hozni. Készlet, amivel ő dolgozik, az kifejezetten azért érdekes a számomra, mert ilyen archetipikus jeleket használ újra, amiket gyakorlatilag a fogyasztói társadalom is felfedezett már magának, és egyfolytában sokkolja vele az embereket, és ugyanazzal a ilyen vizuális textussal foglalkozik, ami gyakorlatilag körbesző minket. Apokaliptikus Krisztust ábrázol, fölötte egy vörös csillag, és kvázi rád mutat, hogy te leszel a következő az ítélet napján. Nem is a vallásos háttere, ami igazándiból inspirál, hanem ezeknek az ikonoknak a átértelmezhetősége, vagy átértelmeződése azáltal, hogy valamilyen formában csavarunk a már megszokott, jól látható és mindenki által detektált tudatiságán. Ugye van ez az ukrán-orosz válság, akkor még nem volt, amikor ez a kép készült, mert ugye ez gyakorlatilag 3 éven keresztül folyamatosan készült, mindjárt jutott erre a stációra, és 2013-ban volt a vége, amikor én gondoltam, hogy ez befejeződött ez a folyamat, és nem folytatom tovább, nem nyúlok hozzá. És mit áld Isten, hogy akkor áld egy ilyen konfliktust. Ha csak az elmúlt 100 évre gondolok, és a világháborúkat veszem alapul, hogy ezt már egy Jézus feláldozása bűnbocsátot nem hozhat, úgyhogy az inkább legyen kettő. Ezért van az én personal Jesus-em, ez az én személyes Krisztusom, ugye ezért van így megjelenítve. Antikrisztusok, posztapokaliptikus Krisztusok, majomfejek, vicsorgó majomfejek. Ezek olyan a belsőnkből fakadó kivetődések, amik gyakorlatilag semmi más nem portretizálnak, mint a saját magam félelmeit. Thank you.
dimenzió és a három dimenzió között racionális átmenet nem igazán létezik. És hogyha nem létezik, akkor ugye azt ugye elképzelni el tudjuk, hogy ugye ezekből a vászon terekből ezek a dolgok nem fognak elő törni. Tehát ez hiába támadó az a vizuális réteg, ami ott belefeszül abba a képétekbe, de az minket nem fog bántani. Per pillanat én úgy érzem, hogy ezek így fejlődnek, tehát ezek a öntött koponyafejek applikálva a kép tábaterébe, aztán ledoltozva ez a megkötözöttség állapota, amikor nem tud szabadulni egy bizonyos állapotból, és ugye ez összeköt valahol, ha egy betonkockához kötődik egyfajta transzcendens léttel. Tehát ezek a dolgok, ezek hihetetlen módon bennem vannak. Az a fajta evolúció, amit a Kepes Intézetben futó kiállításunk kapcsán is megjelenik, hogy van egy tér a Kepesnek a fényoszlopai, amiben bele lett komponálva kvázi néhány művem, és a szándékosan ugye föl lett egészen majdnem a plafonra csúsztatva, pontosan azért, hogy kvázi ez a fajta távolság és idegenedés, ez meglegyen. A kiállítás végén egy ilyen kvázi antikápolnát fel tudtunk építeni ezekkel a gyönyörű vörös függőleges fényekkel, ahol hát a szokás szerint, tehát konvencionálisan oltárkép helyén ott egy ilyen majom. Én nagyon szeretem Brühelt, a Brühel művészetét, borzasztóan közelemnek érzem magamhoz, és van egy nagyon jelentős alkotása, több más mellett is, de a két láncszagát majomra gondolok. A majom ábrázolás, ikonikus ábrázolás módja az már abban a korban is az akkori fogyasztás, a fogyasztói társadalom az értéktelenség mitoszával volt egyenlő, és azt azzal azonosították. És Brühel képe az teljes egészében ennek az egésznek a portréja. És ott van egy számoló triptihonként apostrofálható kép hármas, ahol ugye megjelenik a majom, Jézus, megjelenik Jézus, és egy poszt-apokaliptikus Jézus kép is kiábrázolódik. És igazából egyetért ebben, hogy eléggé infernális vizek felé ez az emberiség jelenleg, vagyis, és ez mindeközben ez nincsen kimondva sehol, tehát nem, ez nem manifest. Ami voltaképp az ördögnek egy abszolút sajátossága, hogy titok. Vezeti az embert, és az utolsó teremben van a katarzis érzése. És szerencsére folytatódik tovább ezek után a tárlat, de nem akarunk meghalni, hanem kapunk egyfajta feloldozást, de
mindenféleképpen elgondolkodtató, meg tényleg megrendítő, ez a legjobb szó. Csodálatos élmény, amikor az embernek van egy kiállítása. Egy művész számára ezek a pillanatok szükségesek, hogy ezzel töltekezve gyakorlatilag az a nem kiállított időszak tartalmára is egyfajta jól rekonstruáltó élményt nyújtsanak. Műtenébe. És itt mennyi időt szoktál lenni? Sokat. Hát ez így fantáziakeltő. Olyan, mint egy képváros. És az a kép, ami melletted van? Hát ez itt egy Miki egér fej, és alatt egy dagad csontvász test. És te nem félsz a csontvásztól, Cseng? Nem. Ezek képek, és én megszoktam, hogy apukám ilyeneket fest. Szereted? Igen.